Unokáink is fizetni fogják, csak az nem mindegy, hogy mennyit és mennyi ideig. Ami most még csak egy betonplac, az lesz a paksi atomerőmű új reaktorainak a helye. Így néz majd ki, ehhez azonban 4000 milliárd forint kell, ennyibe kerül mai áron számolva a beruházás. Az erőművet az orosz Rosatom építi. A magyar kormánnyal kötött szerződés értelmében a beruházáshoz 10 milliárd euró, azaz 3000 milliárd forint hitelt ad az orosz állam 4-5%-os kamatra. Orbán Viktor most arra utasította a kormányt, vizsgálják meg, juthat-e ennél olcsóbban pénzhez az ország. Most, hogy Magyarországot felminősítették, most a kormánynak el kell végeznie azt a munkát, hogy vajon az Oroszországtól kapott hitel kamatföltételei, pénzügyi föltételei, vagy az új piaci föltételek, azok milyen viszonyban vannak egymással. Magyarul meg fogjuk vizsgálni, hogy ha most vennénk fel ezt a hitelt, akkor az vajon ilyen föltételekkel versenyképes-e. A Párbeszéd európai parlamenti képviselője szerint ezzel a kormány épp azt az érvet söpri le, amellyel azt indokolta, miért bíztak közbeszerzés nélkül az orosz Rosatomra a munkát. A kormány egyik érve az volt, hogy azért kell az oroszokkal szerződnünk, mert más nem kínál finanszírozást is a kivitelezéssel egy csomagban. Ha kiváltják az orosz hitelt, akkor a kormány ezzel gyakorlatilag a saját korábbi érveit döfi szíven. Egy 1,5%-kal olcsóbb konstrukciót sem tartok kizártnak. A bankmonitor.hu ügyvezetője szerint valóban spórolhat a kormány, ha nem orosz pénzből épül az új paksi blokk. Rendkívül alacsonyak a kamatszintek ma nemzetközi porondon. Ez azt jelenti, hogy euróban a 10-20-30 éves finanszírozások is borzasztóan mélyponton vannak. Azt gondolom, hogy reális alternatívája lehet, hogy olcsóbb forrást vonjon be a magyar állam. Az építkezés csak azután indulhat, ha lezárul az Európai Bizottság eljárása, amelyben azt vizsgálják, a magyar állam szabályosan támogatja a paksi beruházást. Van, aki szerint ugyanis ezt tiltott. Ha az Európai Bizottság jóvá hagyja a paksi beruházás állami támogatását, akkor az osztrák kormány az Európai Bírósághoz fordul, ezt jelentette be a szomszédos ország alkancellárja. Lázár János szerint ennek ellenére 2017-ben megindulhat az építkezés Pakson, de a magyar kormány bíróság helyett inkább egyeztetne az osztrák kormánnyal. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.